megjött, srácok, szokásosan csütörtök délután, már-már este felé, az újabb Vampire Survivors patch, amiben egyébként kaptunk egy új árkanát, ami achievementhez kötődik, el kell érni a level 99-et óval, az öreg úrral. Kaptunk egy új fegyvert is, ezt majd meglátjátok, hogy pontosan micsoda. Ennek az új fegyvernek ennek annyira nem kell örülni, mert jött, de nem olyan nagy szám, mint gondolnánk. Az új secret pedig egy karakter. És egy fontos információ, mármint, hogy így ezeket írtak a patch notes-ba, hogy ezek jöttek, de mindjárt idejövünk a részletes kifejtésekhez, amiről mondok majd úgyis pár szót. Egy nagyon-nagyon fontos információ. Szeptember 21-éig még az olcsóbb árán, azaz 2,4 euróért tudjátok megvenni a játékot, utána már drágább lesz. De ezt úgy képzeljétek el, hogy drágább lesz az alapára a játéknak, de kedvezmények ugyanúgy lesznek majd rá ilyen őszi leárazáskor, vagy például a karácsonyi leárazáskor. Szóval, hogyha esetleg amiatt aggódtok, hogy most akkor majd 5 euró lesz, és soha nem lesz olcsóbb, de lesz egyébként olcsóbb. Bár egyébként ez sem valami hűde drága. Tehát ez sem valami hűde sok összeg. Azért a contentért, amit egyébként ad a játék. Nekem is egyébként így, hát szerintem van benne, vagy 60 órám. Na de, mi jött? A secret, amire itt utal a fejlesztő, az nem más, mint a Missing No, a Missing No, ami az a karakter volt, amit ilyen nagyon-nagyon trükkös módon lehetett feloldani sokáig. Én májusban, vagy júniusban, de szerintem inkább májusban feloldottam, ilyen, hát beleírtam a fájlba, és a fájlt kellett így ilyen ellenőrző kóddá alakítani, azt beleírni újra a fájlba, és akkor meglehetett a Missing No karakter. Sokáig azt hittük, hogy ez az egyetlen módja a feloldásának, a Missing No-nak. Úgyhogy én ezt megcsináltam, nekem már megvan a karakter, így nem fogom tudni megmutatni nektek, hogy őt mégis hogyan lehet feloldani, de elmondani el tudom. Ez a karakter egyébként maradt ugyanaz, így, hogy bekerült hivatalosan is a játékba, ugyanúgy az Axel, vagy éppen a Dead Spire-ral lelkezd. A statjai teljesen randomok, akár még negatív értékek is lehetnek, ugye. Két skint is kapott a meglevő mellett, ez pedig ugye, hogy így néz ki alapból, és kapott egy ilyen fekete skint is, meg egy ilyen vörös szemet is. Tehát most már nem csak az alap kinézete van a Missing No-nak. Aztán, hogy hogyan lehet őt feloldani, kell ez a Yellow Sign. A Yellow Sign, hogyha valaki nem tudná, hogy az micsoda, ha a Munguló pályára elmentek, és megölitek azt a csajszit, akinek ilyen horog keresztben vannak a lábai, akkor átkerültek egy új pályára, amin így végig kell futni, miközben jönnek angyalok, meg minden, és a végén ott lesz a Yellow Sign. Szóval meg kell szereznetek ezt a Yellow Sign-t, hogyha megvan, akkor ezzel már nem kell foglalkoznotok. Tehát, hogyha már 100%-os a játék, akkor nektek ez a Yellow Sign már megvan. A Green Acres nevezetű pályára kell menni úgy, hogy bekapcsoljátok a hipermódot, illetve a hőri módot, és mentek balra lefelé sokáig, ahol egy idő után megjelennek ilyen fura denevérek, ilyen szemes denevérek, és ezekből kell megölni 128-at. Ami 128-at nem kell egy rán alatt megölni, tehát hogyha meghaltok, a lényeg, hogy összesen egy mentéseteken legyen belőlük 128 kill. És hogyha megvan, akkor megvan a Missing No karakter is. Ennyit. Ennyit a Missing No-ról. Tehát ő már hivatalosan is bekerült, úgy, hogy lett hozzá rendes unlock mód. Igen, elméletileg erősek, igen. Hát, hogyha mondjuk
valaki, tehát mint például ő így 2 perc 42-nél megy, hát akkor lehet, hogy meghal, hogyha nincs rajta sok tojás. Igen. Új Arcana, amire most jött egy achievement, a Blood Astronomia, ezt lehet állokkolni póval, hogyha eléritek vele egyrán alatt a 99-es szintet, és ez azt csinálja, hogy a felsorolt fegyverek különleges sebzési zónát bocsájtanak ki az Amount és a mágnes hatása alatt, tehát a fokhagyma, a fokhagyma evolvja, a penta evolvja, a Song of Mana és annak az evolvja, a Lancet, a Shield, illetve a felvető mágnes ilyen plusz damage-elő zónát fog kiadni a karakterből, és akik ebbe a zónában a mágnes range-ével vannak, azok sebzést kapnak az Amount stat alapján. Az Amount stat az, ami duplázza a projectile-okat. Tehát például, hogy több kaszád lesz, több biblia, ilyenek. És hát ezekre a fegyverekre eddig az Amount nem hatott, ezzel az árkánával viszont már hatni fog, úgyhogy erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen, ezt az árkánát ki akarom próbálni, mert érdekesnek tűnik, mert majd valami limit brékelés. Hát, ha eltörjük a játékot. Szóval ennyit tud az új árkána, ez a 21-es Blood Astronomia. Az új fegyver pedig a Super Candy Box 2 Turbo. Ez akkor jelenhet meg, hogyha már a Candy Box benne volt már a ránotokba, tehát hogyha Candy Box-szal kezdtetek, vagy felvettétek már a Candy Boxot az alatt a rán alatt, akkor megjelent a Super Candy Box 2 Turbo, ami azt csinálja, hogy evolvolt fegyvereket lehet kivenni belőle ezeket. Az evolvolt fegyvereket kivéve a Crimson Shroudot és az Infinite Corridort. Ezek ugye a Cloak Lancetnek, illetve a Shieldnek az evolvja. A Shieldnek most hirtelen nem jut eszembe, hogy mi a neve, de tudjátok, hogy mire gondolok. Ugye a fagyasztós az Infinite Corridor, ami gyorsan fagyaszt körbe-körbe, és az Infinite Shroud, ami meg negálja a sebzést, tehát hogy alig tudnak rád csapni. Ezeket nem lehet kivenni a Super Candy Box 2 Turbóból. Látjátok, ezek nincsenek is itt. Laurel, azaz, köszönöm szépen, Ati. A Super Candy Box 2, ahogy a Candy Box is megjelenhet ezeknél a pénzes zsákoknál, valamint, hogyha legendás ládát nyittok, akkor garantáltan megjelenhet ez a Super Candy Box 2, hogyha a feltételeknek megfelel a szituáció, azaz a Candy Boxot már felvettétek, vagy azzal kezdtetek ebben a rámba. Tehát csak akkor jelenik meg 100% eséllyel. Igen. Azt írja, hogy ez amúgy bekerül a collectionbe is, ez a Super Candy Box 2 Turbo, de helye jelenleg még nincs a játékban, legalábbis, hogyha én most megnyitottam a játékot, és nincs neki helye a collectionbe. Ez az azt jelenti, amit itt a srácok is írnak, hogy bekerülhet, hogyha már megszereztétek, de ez például nem kell a Queen Sigmához. Nálam bejött úgy, hogy nem volt fegyverhelyem. De az a Limit Breakernél az előfordulhat, Ati. És nem tudom, hogy az új normálisem. Mármint a Candy Box is bejöhet a Limit Breakernél. Gondolom én. Ja, és így még jött egy-két bug fix, főleg a Limit Breakerrel kapcsolatban. Cooldownok miatt nem működtek dolgok, de nagyjából ennyi újdonságot hozott nekünk így ez a 0.11.3-as patch. És még mindig hamarosan megjelenik a játék is. A menüben még azok a szikritek? Hát azok a titkos dolgok, a titkos karakterek, mindjárt megmutatom, bár lehet, hogy ez nektek már spoiler lesz.
Mindjárt megmutatom, hogy nekem mit mutat. A secret menü. Sok olyan dolog van a játékban, aminek a megszerzését azt nem kötik az orrotokra. Ez nekem kínai, de a többiek biztos értik. Simon, ez egy nagyon-nagyon szuper játék. Én nagyon-nagyon szeretem. Na, most mi van? Azt hittem nem megy a kontrollerem. Secret. Vigyázzatok, ez most spoileres lesz. Azt nézem, hogy nekem itt ír valamit, hogy én nem mentem el a Gallo tábra aljára. Ez nem is tudom, hogy mi lehet. Mit lehetne feloldani, hiszen nekem minden megvan a játékban. Itt írja, hogy melyik mit old fel. Mondja, hogy menj el a Gallo tábra aljára. Léda? De nekem az megvan. Amúgy ő az, valóban. De nekem ott van. De fura. Miket lehet beírni? A bal oldalt látod a secreteket, ezek a secretek. Jobb oldalt, itt, ezek pedig a cheat kódok. Ide csalásokat lehet beírni. Ja, valószínűleg ez bugban róti, igen. Mi az, amit elsőnek akarunk csinálni? Megcsinálni a level 99-et Poe-val. Na hát akkor mehet Pó. A hagymás arc, Limit Breaker, Inlaid Library. Igen. Annyit változtatunk rajta, hogy zene más legyen. Jó, ez jó lesz. Ez jó lesz, srácok. Mivel kezdjen a kaszás? Kaszás a hagymás. Na tessék, ez mehet. A tragikus hercegnő. Update van a játékhoz? Na ná! Gyorsan fejben össze kéne rakni, hogy mégis mit akarunk. Azt mondja, hogy vampire survivors és passzív. Na nézzük. Na ez kell nekünk. Pillanat, csak bénázok itt egy kicsit. Na. Hát össze akarok rakni egy olyan hagymás buildet, ami nagyon beteg. Például jöhet a spenót. Ezt még nem vitték át előre? Mármint nem fanok, hanem az eredeti készítők. Hát a srácok azt mondták, hogy van telón, de én ezt még nem néztem meg. Tehát, hogy maga a Vampire Survivors van-e telón, ezt én még nem néztem meg. Hát ugye Magic Survivorként van, de hát én azt ezt nem mondanám annyira túlzottan. Vampire Survivors-nek. Mármint, hogy így az alapja, persze. Hát... Area jöhet. Jöhet a Torona. Majd még el akarok menni a könyvér is. Hát a Candelabrador az egyértelmű, hogy kell. Tényleg a Pummarola kell majd még.
a toronánál mit jelent az, hogy curse item? Az utolsó fejlesztési lehetősége, a 9. az 100% curse-t ad neked. Tehát az első 8 szintje az ilyen kedves kis barátságos, a 9. pedig már hát bedurvítja az ellenfeleket. Azt általában beniselni szokták. Volt egy előrejelzés, nem is figyeltem. Hogy ilyen gyors az öreg, csiga lassú volt, nem? Nem tudom. Egyébként nem tudom, hogy... Amúgy lassú karakter alapban. De most meg nem mondom neked. Hogy van-e például rajta tojás. Mondjuk annyi tojás nem lehet rajta. Szóval ezt gondolom a power-up-okból jön. A toróna még nem tesz rá annyit. A toróna csak 4%-ot rakott rá. Az Arcana pedig a mozgásunkra hat. Nem is tudom, hogy engedi-e megnézni. Egérrel meg lehet nézni? Nem, hát csak ott van. A kandelabradort húzzuk vele. Az hat ugye az areára. Ami szívás lesz ebben a roundban, az a bossok megölése. Tehát bossokat nagyon nehéz lesz ölnünk. Ott maradt az egér? Tessék. Az egér sajnos egyébként is ott marad, azt nem csinálták meg, hogy eltűnjön. De berejtettem a kamera mögé. És akkor így nem zavar senki. Ja, látjátok, 4%-ot adott az első torona, ez meg 3-at fog. Rámegyek a dombra. Azért nem jelez, nem mutatja a sebzés számot, srácok, mert így nem esik annyira szét a stream. Lassan jönni fog az első boss. A könyvet úgy akarom felvenni, srácok, hogy hetedik passzívnak. Igazából jöhet egy attraktor. Vagy lehetne valami mást felvenni? Nézzük csak. Ja, jöhet az attraktor. Látjátok, a boss nem igazán. Szétszedni. A Spellbinder nem ad a hagymára. Szia, az best, szevasztok, srácok. Viszont ezt nagyon jól látni egyébként, hogy így szétszedi a kis ellenségeket a hagyma. Még egy hagyma, és akkor utána lehet majd evolválni is. Ja,
ezt a spenót. Jó, és akkor a hagyma utoljára. Na megvan, srácok. A fullos hagyma. Ja, így olvasd, csak a 10. perc után lesz, igen, igen. Egy fagyasztó. Most már elindulunk balra, a könyv miatt. Ez ilyen afkolok, majd 20 perc van, visszajövök, build. Hát lenne, hogyha nem lennének a bosszok. Ha nem lennének bosszok, akkor lehetne, igen. Szávazza, Kika. Üdv mindenkinek, skacok. De jó nyugis így hiper nélkül? Mármint, hogy mi hiper nélkül? Ez hipermód. A hőri nincs benyomva. Még a zene is hiper. Nem tudom, mit vegyünk fel utolsó passzívnak. Hát a könyv az nem kérdés. Nem elég a híles árkán szoktam hozni, szeretem a sokkal olyat. Nem hülyeség, abszolút. Koronát hozzuk? Jó. Végül is a limit breakelés, ez lehet, hogy jól jön. Ez nagyon jó ez a game, de én nem értek külföldön. Van az elmagyarítás. Hogyha az a para. Szia, panka. Lassan odaérünk a könyvekhez. De amúgy valóban nem story heavy a játék, vannak statok. Összerakod és nézed, hogy mi lesz belőle. Van-e vége a játéknak, vagy ez loop? Úgy van vége a játéknak, hogyha mindent megszerzel benne. Igazából ennyi. Nyomadtam volna rerollt is, de azt ugye az árkánákra tartogatom. Olyan vége van, mint a roguelike-oknak. Roguelike-oknak. Ha mindent megszerzel. Van vége. Ha 100%-os lesz. Igen, igen, van magyar nyelv a 20 Minutes Tildomba, igen, igen. Csak a font még nincs megcsinálva hozzá jól, jaja. Meg amikor jönnek patchek, akkor érdemes kikapcsolni, mert hogy ha jön egy patch, akkor így nem biztos, hogy megfelelő a fordítás. Például az új képességek, amik bejöttek, annál a fordítás az így, hát így nem az a gond, hogy nem jó, nem jól lett lefordítva, hanem hogy érthetetlen a szöveg, mert hogy nincs meg a fele.
Hát igen, hogyha kihagytok két hónapot, az nagyjából négy frissítés. Szerencsére az utóbbi három frissítés az nem nagy. Szóval olyan sok mindenről nem maradtatok le. A torónát hozzuk. Srácok, meg lesz az Evolvolt hagyma. Meg lesz az összes passzív, maxosan. Akkor utána jön a limit breakelés, és hát remélhetőleg egy nagyon-nagyon beteg ránnak lehettek a tanúi. Na, 9. perc, végre jön az XP. Most ami jó álló, 134 vagy 132, nem tudom, valami ilyesmi. Ez az. Gyere rám XP, gyere rám! Ott a korona, és akkor most már felvehetjük a könyvet. És így lett a könyv 7. item, 7. passzív. 126? Lehet, hogy amúgy annyi. Mindig keverem az achievementekkel. Miért a korona után vetted fel? Hát pont azért, amit elmondtam. Hogyha felveszem a koronát, mint a 6. passzív. Itt pont akarom. Szóval 6 passzívot lehet felvenni a játékban, úgy, hogy fejlődéssel. De hogyha van a pályán plusz, akkor azt fel lehet venni még pluszba. 7., 8., 9., 10. Van egy pálya, ahol például az összes passzívot fel lehet venni. Hogyha először veszem fel a könyvet, akkor utána már nem lenne korona például. Mert a korona nincs lent alapból a játékban. Köszi, akkor a 106-tal még lesz mit csinálni. Hát azzal lesz, igen. A könyv egyébként hat a hagymára, gyorsabban tikkel. Mire jó a gold? Hát tudtok tojásokat venni. Endgame-ben már arra, hogy tojásokat vegyetek, early game-ben pedig azért, hogy fejlesszétek a power-up-okat a menüben. Ez a 10. perces boss, őt jó lenne gyorsan megölni, és akkor meg lenne a hagyva evolve. Na. És ott is van. Megvan a hagymának az evolve-ja, a Soul Eater. Melyik árkánákat vegyük ki, srácok? Amikor a healerés az robban? Vagy nem is tudom, mit csinál? Azt kéne kivenni, nem? A Missing Enno 325 ezerbe kerül. Az igen, van ára. Nem tudom, milyen árkánákat kéne még kivenni ezzel a build-el. Goldos hílelős. És hílelős robbanós. Amit így gondoltam. Hogy jó lehetne. Teljesen jó lesz. Oké. Nem tudom már, hogy ezeknek mi a neve. Hát a Game Killert azt nem akarjuk. A Geminit se akarjuk. Ezek közül egyik sem az. A Bugaló az amúgy jó lehetne, mert arás.
impactos, aha, robbanós, durationös, bloodline. Az armor hatással van az alábbi fegyókra. Az a helyzet, hogy ez már nem jó, mert itt nincs a soul eater a fokhagymának az evolve-ja. Ezek közül egyik sem az, srácok. Hát jó, még egy reroll. Aha. Healing is doubled, például van ilyenünk. Hát a Disco of Gold az, ami jó lehetne. És akkor 21. percnél pedig a HP töltés robbanás, nem? Igen, nem tudom. Tehát, hogy nem tudom. Itt van mindkettő. Melyiket vegyük fel először? A goldosat, ami HP-t tölt, vagy azt, hogy a HP töltés az damage-elje az ellenfeleket. Melyik legyen az első, szerintetek? Tehát innen a 15-ös és a 6-os is kell. A 6-os? Damage? No. A gól nem fix, a 6-os. Aha, igen, az a helyzet, hogy a 15-ös az ilyen nagyon ilyen lootri. 15-ös nagyon lootri. Na, de legalább itt jól látszódik az effektje a HP töltés a robbanásnak. És gondoltam, hogy Zsombről te szakértője vagy ennek a játéknak. Mert a 20-as az mit csinál? Na, mindjárt jön a limit breakerés, srácok. Már nincs messze. Nem tudom, hogy próbálkozunk-e Guardian öléssel. Szerintem most még nem kéne. Fegyverszlot Might Area. Ah, tényleg. Tényleg. Aha, a 20-as lehetne. Most így, hogy meglett a 100-as kör, nem biztos, hogy rá kéne menni a Guardianra. Ó, ez az. És akkor át a random always. Area a 3%. Még 3%. Még 3%. Az nem jó, hogyha csak areát kapunk. És erre csak areát ad nekünk. Gonosz játék. Na, tessék, Might is jött. Na, még Might. Még Might. Na, hát ez már jó, srácok. Arra nem kell annyira. Ez az. A limit breaker a koronától van? Nem. Ez egy funkció. Ez egy ilyen beállítás. Mint a hiper mód vagy a hőri mód. Lehet amúgy limit breakert nyomni egyébként 6 fegyverre is, de az egynél ugye, hogyha egy fegyvered van, akkor
hamarabb éred el a max szintet, úgymond. Hát ez egyszerűen jól néz ki, srácok. Medúza asszonyság nagyon akar engem. Perces boss. Egyetek, Medúza nem nagyon akar halni. Szevasz most még. Szerintem a 99-es szintet azt biztosan elérjük. Szia, Dátvidon. Igen, az Evolve-nak nincsen knockback, ezért sem szokták evolválni. Ja. Nagyon jó a knockback a hagymánál. De szívás, hogy a Soul Eater nem tud ilyet. Amúgy nagyon jónak tűnik a rend, de az utolsó két percben szerintem szívni fogok. Ja, 28 perc könnyekén szerintem is halál lesz. Kíváncsi vagyok, a hír milyen lesz. Az a helyzet, hogy koronával nem biztos, hogy meg lesz a 30 perc, a korona az nagyon kemény. A korona nagyon kemény. A hagyma pedig ugye nem erős, főleg az involvja nem erős. A boss. A helyzet, a boss be kell akasztani. Muszáj ilyen beakasztással játszani, mert könnyen utolérnek a bosszok. A 20. meg 25. percnél lesz még ilyen szívás. Menni, hogy legyen nagyobb terünk körözni, de tudjuk, hogy itt van balra egy szekrény. A 21. percnél kicsit könnyebb lesz majd a helyzet, az Arcanine segít a dolgokon. Igazából ami nekem fontos, Laca, hogy meglegyen a 99-es szint. A többi után már csak habatortán. Szia, pihepuhágyikon.
időt, mint egy más kacok. Amúgy ez, ha másért nem is, nagy, tehát nagyon jól néz ki ez a rán. Így van egy nagy kör, és az ellenfelek halnak, és szopódik be az XP. Na megjött a 20. perces boss, akit muszáj beakasztani. Nagyon megfertőzött ez a játék stílus, ma a vonaton szerintem nem olvasni fogok, hanem survival rájózni. Szegény olvasás. Ez ilyen. Egyszerű, nagyon egyszerű ez a játékmód. Az a helyzet, ez a 2022-es év. A modern tower defense-ezés. Gyakorlatilag. Na, 21. perc jön mindjárt. De szeretném amúgy Tower Defense játékokkal játszani. Azokat legalább annyira szerettem, mint ezeket. Na, tehát a 20-as mondtátok. Itt a diszkó. Van amount. Ez amúgy hat a hagymánkra, de nem tudom, tehát hogy az nem tudom, hogy hogy hat alapból. Sosem szerencse, srácok. Nincs szerencsénk. Hát, akkor nem lehet más tenni, mint a Wicked Season. Többet tikkel? Azt nem tudtam. Mert a Wiki The Season. Growth, Lack, Greed, Curse. Vagy ezzel megöletjük magunkat? Nem lesz gond! Amúgy valószínűleg a goldosat kellett volna így utólag. Az a helyzet, ez az Arcana nem segít a ránunkban. De ha meghalunk, az nem emiatt lesz. Mennyi? Ja, azt nem is írja ki, ugye? 200%-os curse. Ugye itt arra kell majd figyelni, hogy a bossok, amikor curse van, akkor be legyenek akadva. Hát, ha még a 28. percig eljutnánk, srácok, de hát a 28. percig se jutunk el. Na! Viszont én azt mondom, hogy ezt újra kell néznünk. Mert Paul még egyszer, csak most megnézzük az új Arcanát. RIP pontok. A Rogue Tower-t is nem, azt nem vágom. Még egyszer Paul, srácok. Ja, nulla aranytojásunk van, ott van 30% speed. Gratula mindenkinek. Ja, Paul nincs 4000 tojás. Mondjuk a többi is se. Na, hozzuk a másik skinjét. És akkor Arcana tesztelés.
Ja. Kíváncsi vagyok amúgy ez így, hogy sebez. Amúgy bekapcsoljuk már a damage számokat. 5. És akkor erre ugye amount kell. Monster Slayer Nintendo-s Arena Survival? Nem vágom. Itt vannak ilyen körök. Aha, lerakok ilyen köröket. Wow. Lerakok köröket, illetve alapból van ilyen területi sebzésem. Szóval amount és mágnes. Ez amúgy ígéretesnek tűnik. Sigmen el bolygó kerintek, lehet más az animáció szintől vagy karitól függően esetek fegyben. Lehet amúgy. De jó nagy areája van. Ezt már most látom. Micsoda csíkot húzok, ugye? Azt nézzétek mekkora. George! Köszi szépen a támogatásodat. Köszi a 14 hónapot, srácok, peregjenek a szögek. Ezt spenót. Nem veszük ki a toronát, jó? Bár hogyha megvesz a Disco Gold Arcana, akkor kiveszünk. Bár akkor már lehet késő lesz. Srácok, szveg pergetés. Mindenki tudja pergetni a szveget, nem csak a feliratkozó. Köszi. Swag spa. A swag spa az... Olyat hol találunk? Swag spa. Köszi, srácok. Oda csak a szvegek mennek pihenni. Na nézzük, hogy öljük meg a boss-t. Hát nem tudom most így gyorsabban hal-e, vagy sem. Amúgy, mintha gyorsabban halna, mert ugye le is teszünk a földre, illetve a karakterből is jön ki egy plusz... Izé. Majd a mágnesen kell növelni. Amúgy lehet, hogy akkor a duplikátort vesszük ki, srácok. Mert ugye az amount hat. Erre az árkanára. Az egy mountos arkana? Amúgy mehet.
Ja, kikapcsolom amúgy most már a damage számot. Nem, mint hogyha feltén lenne rajtam a póló. Ilyen. Most már jó. Legalábbis így a kamerából úgy nézett ki. Már maxos? Nem, még egyen nagyobb lehet a range. Szerintem egyébként fegyverenként változó, hogy hogy néz ki az Arcana. Mert ennek a kinézete gyakorlatilag a hagyma. Csak másik irányba pörög. A Yi Yolo az imód Diamond, hogyha szeretnél szveget vergetni. Az ilyen követő imód, és úgy néz ki, mint a Yi szveg, csak nem animált. Az imótok között. Nézd meg, Diamond. Hogy ott lesz. Kiváló hátas állat a Yolo. Hú, mekkora. Kilóg a képből akkora. Laurel varázs. A Laurel az varázsköröket tett le. Itt is van varázskör. Nem tudom, hogy nem tudom. Amúgy nem tudom megmondani, srácok. A du... Ha az Mount valószínűleg a lerakott körök számára hat, nem? Nem kéne. Szia, Nózi. Spenó. Az olyan, mint hogyha két hagymánk lenne amúgy. Amúgy ez eddig jobb, mert nem tudnak ideérni a szellemek. Legalábbis ez egy nem tudott ideérni. Ja, ez jobb. És hogyha ennek megmarad az effektje a knockback, akkor az meg pláne jó. Kíváncsi vagyok, hogyha a Soul Eaterré változtatjuk a hagymát, akkor milyen lesz? Akkor olyan lesz, hogy vége lesz a ránnak hamar, mi? Ez milyen mód, hogy Koinak csak egy fegyvere van? Limit... Nem, mint hogy... ilyen korlátozás. Le lehet korlátozni, hogy mennyi fegyvere lehessen a karakternek. Be lehet állítani. Ugyanúgy, hogy hipermód, vagy hurry-be akarsz játszani. Beállíthatod, hogy egy fegyvere legyen. Ennek főleg akkor van értelme, hogyha limit breakelsz. Limit breakel pedig az, hogy nem életet és pénzt választhatsz a végén, amikor már maxos vagy,
hanem fejlődnek tovább a fegyvereid. Statokat kapnak pluszba. Limit break-át, hogy lehet feloldani? Már nem emlékszem az előzött srácok. De most, hogy ezeket a kérdéseket feltettétek, hogy hogyan lehet ezt meg azt állokkalni, majd megpróbálom így összeszedni, hogy melyik patch-el mi jött be. Ezzel szerinted meg lesz a 30 perc? Hát, de még ki tudja, mi lesz, hogyha szólíterré alakít a hagymát. Hát, mondom. Arra a 3% már meg is jött. Vagy ez már most jobbnak néz ki, azt mondod, Ati? Most amúgy nem volt előrejelzés. Ja, volt. Ja, jó, csak már nem láttam. Avról, te még a heréket is belelátod ezeket a fokhagymaikomba? Ja, látom, látom, bal fölül. Értem. Hát, hogyha neked fehér, akkor meg kell napoztatni, és nem lesz fehér. Na, nézzük. Aha. Maradt-e knockback? Az a kérdés. Ezek nagyon gyorsan állnak. Pedig kíváncsi lennék, hogy tudunk-e knockback-elni. Hát amúgy így lögdösi, tehát hogy van knockback-ünk. Ez amúgy már jobb, mint az előző. Hát egy big money, srácok, jön a big money. Úristen. Nagyon durva. Ne hagyd abba, ez az. Jó. Big money megint. És akkor megjön az árkanánk, a 11 perces. Ez amúgy jó. Ez jó. Én azt mondom, hogy ezt most így elhozzuk. Tehát kapunk 100% might-ot és mínusz 40% cooldown-t. Így van. Ez jó, nem? Srácok. Legalább még rollolni se kellett hozzá. Én most amúgy megpróbálkozok Guardiannal. Thank you.
tetszik, hogy akadozik. Ugye kapja a knockback-et. Így jó. Jó ez a build. Kipottyantott egy tojást. Megöljük a másik kárdiánt is. Nehogy már könnyű legyen a játék. Na. Area. Baloldali itemek, a ezüst gyűrű, illetve a jobbra mutató nyíl, az így pozitív egészen addig, ameddig az utolsó szintjére nem ér. Ezek is gyakorlatilag cursed itemek, mint a toróna. Jézus, nagyon gyorsan halnak a guardianok, végtél. Nem emlékeztem ilyenre, srácok, hogy a guardianok ilyen gyorsan elhullanak. Ez most nekem nagy meglepetés. Ez az Arcana ilyen jó lenne? Ez az új Arcana? El tudjuk amúgy banishálni az utolsó részét a... Az itemeknek szerintem el is fogjuk. Ja? Akkor ezek nem körzök? Azt hittem, hogy az utolsó szintjük az ilyen... körzt fog adni, de akkor csak a másik fele ad körzt, jól van. Már kevertem, látjátok, ilyen rég játszottam a játékkal, elfelejtem ezeket a dolgokat. Milyen gyorsan hal. Látjátok, mennyit jelent a knockback? Utális. Ez hiányzott nagyon az előző biatban. De a nyílra nem lett volna már szükség, a gyűrű elég. Csak megyünk előre, azt halnak az ellenfelek. Tudom, hogy sehol egy gyertya tartó. Ja, meg mögöttem is halnak, igen. Csak ugye azt nem látjuk. Ez sík? Hát ez az, Thomas. Azért halnak mögöttünk az ellenfelek, mert húzzuk magunk után a csíkot. Salik, ezek a... Tehát a swag spá mellett vannak saláták is. Szemáznál. Swag, spá és saláták. Úgy néz ki, hogy ez ilyen pénteki akció.
hanem megy a gépen, és úgy kell csinálni, hogy azt, azokat a gombokat ütöd le, amiket le akarsz ütni. Tényleg, hát van még Stone Maskunk is. El is felejtettem. Miért nem jönnek gyertyatartók, srácok? Szerintem nincs alul gyertyatartó, ez egy micsoda? Valamit nem jól csinálok. Hoppa. Találunk egyet. Igazából itt most csak megöljük a Guardian, mert megmutatjuk, hogy mennyire jó, mennyire durva arcok vagyunk. Szia, Kulers. Mi a helyzet? Hát az előző Guardian gyorsabban halt. Szánalmas. Megyünk is tovább. Ezek az itemek már nem kellenek nekünk. Hoppá, ott valami történt. Csapatod a gémet? Na, mit csapatsz, Kulers? Ja, piros gemet vettünk fel valószínűleg, igen. Yakuza 0, azt nem vágom. És mit csinálnak a yakuzákok? Köszi szépen a 70-es csírt, szemelsz. Nem tudom, fölvegyünk-e körre az itemeket. Szerencsepéntek mosolygós fej. Yakuza sorozat első része. A Yakuza sorozatot nem vágom, az helyzet. Én próbálnék gyertyatartókat szétszedni, de nem tudok, tehát így nem lesz pénzünk. Na, mindjárt meg lesz a 100-as szint. Hopp, megjött a 20. perces boss. Van, mafia tagok vagyunk, és verekedős játék. Jó történt. Az nem a Judgment. A spin-off a Yakuza sorozatoknak. Á! Az jelent meg tegnap előtt, PC-re. Az nagy szám amúgy, hogy megjelentek a Judgmentek PC-re? Ott meg detektívek vagyunk, de ugyanaz a koncepció. Lehet ezeket amúgy ki kéne próbálni. Judgment volt korábban PC-n. De hogy ezek PSS játékok, a Yakuza meg a Judgment ezek szerint? Sosem. Wow! Hát akkor ez nagy szám. Na. Ez kell nekünk. A Sharabande. Hát ez nem is kérdés. A hílelés... öl. A Yakuza kijött PC-re, de a Judgment. Aha.
ezeket a 200 órát bele lehet tenni. Annyi küldetés van benne, vagy ezek hogy vannak? Sok minigém, aha. Megyünk egy kicsit vissza a gyűrű felé. Isten kivétel a sztorit, és olyan 10% volt a progress. Wow! Az komoly. Az nagyon durva. Kettedik perc, és olyan chilles ez a játék. Nem tudom, hogy bevállaljak-e egy gyűrűt. Én bevállalok egy gyűrűt. Egy gyűrűt, hogy még gyorsabban jöjjenek az ellenfelek, mert ez így nagyon lassú. Simán tudunk ellenfeleket ölni, de nem jönnek. Olyan komótosak, még nem jött ki a csipa a szemünkből. Még reggel van nekik. Lassabban útnőjük őket. Ja, izé, meg lett az 5000 pénz. GG srácok, akik arra fogadtak. Na és akkor most megvan maxos a gyűrű. Ez a 40% körz. Ez amúgy lehet, hogy elég is. Vagy még be kéne vállalni a másikat is? Vagy szerintetek ez elég? Úgy lehet, hogy elég a 40%. Milyen még? Az a végén nagyon kockázatos lesz. Hát a végén megnézzük a 28. percnél. Akkor úgyis egy csomót elszintezni. Hogy fájom? Ez miért jó neked, hogy a fáj? Ajaj, megjött a 25. perc. Pest boss. Neked fog. Nekem én csak fog. Jaj, értem. Azt szeretem nézni, hogyha nekem fáj. Pura perverzió. Thank you.
hogy ez szerintem pont ideális. Ezzel a biedel, ez a körz mennyiség. Jó, szerintem eljutunk 30-ig abról. Hoppá! Aztán lehet, hogy nem. Menjünk balra. Már nem tudok szerintem lazán balra menni. Mert neki fogok menni az enemire. Hát pedig amúgy nem úgy néz ki, mint hogyha nagyon neki mennék az enemire. És még most sem. Jó a hang. Jó hang, a sok híles robbanás. Ezt tetszik egyébként. Csak úgy szívjuk srácok magunkba az XP-t. Mindjárt utolsó két perc. Hoppá! Hát igen. Hát igen. Ez már gond. Hát meg kéne állni egy helyben. De a körz már felesleges, már felesleges. Amúgy lehet, hogy inkább az önmagunk a sárkányt kellett valakire. Az valószínűleg nagyobbat ment volna. Mint a nagyobb sepszés, kisebb cooldown. Sőt, nem csak valószínűleg, hanem biztos. Valahol beragadt az XP, azért mozgok. Be kell akasztani a halált. De már valószínűleg nem tudjuk tűnni. Ahhoz először le kéne fagyni. Ennyi. Na ott van. Hát... Hát... Jobbnak jobb volt. Az egyszer biztos, hogy ez jobbnak jobb volt.
Arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy ha mondjuk Poppet kérem, és ezzel az Arcanával ennél Bob? Mik ezek a bolygók? Wow! Ez a bolygó elég beteg, srácok. Mert tehát azt nézem, hogy ez az Arcana, ez most nem rakott le kört a földre, mint a hagyma esetén. És még arra vagyok kíváncsi, hogy mi volt még ott a felsorolásban? Pillanat. Mi ez az előrejelzés? Most nem megyünk, srácok, egyébként, szóval ez valószínűleg törölve lesz az ez az előrejelzés. Szóval meg kéne nézni a Lancet-tel. Oda néz. Ha? Bob. Meg kell nézni a sebzés számot. Bob. Szia, azt tudom, Miszt, hogy vagy? Ja, semmi gond. Számáz, de viccelj. Oké, okay, a Laurát is meg kéne néznünk. Hogy ez így mit csinál? Látszólag semmit nem csinál. Mondtál amúgy Ati, vagy kiírt a srácok, hogy mit csinál a Laura? Hoppá, ott volt valami. Csak akkor, hogyha megütnek? Ez hogy van? Varázskört rakna, de magától? Vagy hogy van ez? Wow! Aha. Jó. És amit még nem néztünk, az a Penta. Azt a rohadt. Na jó. Na jó. Na jó. Na jó. Igen, a Penta az nagyon jó vele. Tehát, mondom mi a terv. Mondom mi a terv. Fogjuk. Fogjuk. Sigmát. Fogjuk Sigmát, és 6 max fegyverrel fogunk játszani. 1, 2, 3, 4, 5, így van. És hozzuk ezt a... Hozzuk ezeket a fegyvereket. Jó. Azt mondom, hogy ez mehetne a bone zónon. Így van, a bonzonon.
hát itt rögtön nyomunk egy be... Amúgy re-rollolhatunk. És akkor kikérjük a következőnek a... az amountot. Vagy a hit kéne? Amúgy valószínűleg az amountot kéne. Az helyzet, az amount az nem hat, tehát hogy ez nem jó. Jó lenne, de nem jó. Mégse jó. Legyen a goldos. És akkor a Charabander lesz majd utána. Hármas? Csökkentett CD? Á, nem. Legyen a goldos. Szevasz, Misi. Szevasztok, srácok. És akkor mi kell nekünk? Hatos. Így van. Ezek a penta aknák nagyon betegen. Melyik karakter? Ez a Queen Sigma. Hát az Empty Thomas kell. Hogy is evolvál ennek a karakternek a fegyveres, srácok? Eladuplikátor. Az amount miatt. Az arany töm maxon. És egy láda. Opsa. Jobban, tegnap délután óta nincs lázam. Hoppácska! És nyomod a Metal Helsinget. Hoppácska! Nice! Kíváncsi vagyok amúgy, hogy mi lesz majd ebből a rámból. Egy nagyon vad, nagyon beteg ránt képzelek egyébként el. Na hát a Lancet is például kell. Például azt is csinálja, meg rakja le az aknákat is. Szerintetek? A korona a pentához, illetve a curse a Song of Manához. Jó. Oké. Gyorsan fel kell húzunk a pentát. Igen, a Laurel is kell. És
És mi az, ami még kell? Song of Mana, meg a hagyma. Song of Mana. Na, a Song of Manával jönnek a bolygók. Hoppá, még a bracelet is ki lehetne venni. Duplikátort kivesszük. Korona. Hagyma, ott a hagymánk. Korona és a körz kell. Amúgy kéne az attraktor is. Hát amúgy akkor a körz nem kérjük. Akkor legyen attraktor. És akkor utoljára pedig kell nekünk a torona. Ja. Ja, az úgy lesz jó. Keresni a koronát. A szkálomániákat nem akarom kivenni. Nem akarja beadni srácot. Hoppam. Szia Daimon, köszi, hogy itt voltál. Pápá. Most gyakorlatilag megvan mindenünk. Ha minden jól megy, akkor ez egy nagyon-nagyon-nagyon beteg rá lesz. A négy pálya itemet azt nem akarom felvenni, mert azzal már nem fog működni az árkana. Igen, beteg dolgok lesznek, Kulárz, bizony. Ez már most beteg. Hát, srácok, ez már tényleg most beteg. Állunk. Jó, tehát most már nem fogja eltörölni az itemeket a penta, ez biztos. A traktorbot azt ki kell maxolni. Mert abból skálázódik az arcana. Meg az önmountból. Akkor lehet önmountos arcana jobb lett volna, nem? Majd el kell elrendelni az új kodot, hát nem tudom. Nem tudom, Kulárz. Hogyha akarsz mesélni a Fortnite meg a végig játszásaid mellett, akkor nem. De az önmountos árkana beleszámít-e, mivel van önmount stat is? Hát, szerintem bele kéne, hogy számítson.
Nem robbantottunk bankot, srácok. Gulersz, köszi az ajándékot, Atina. Köszi, köszi. Peregjenek a szöveget, srácok. Gulersznek és Atinak. Köszi szépen, Gulersz, hogy a 13. ajándékot dal lehetővé tetted, Atin feliratkozott adásságát, méghozzá az első hónapot. Na, már megvan az új laptop, ne szívas Zodiac, ilyen gyorsan. Aztán, több jó. Hát akkor az biztos, hogy egy jó hétvégén lesz. Jaj, bocsánat. Damage number nem kell. Már fél 9-kor meg lett? Nice. Most Big Money-t akarok. Big Money. Gyere rám, Big Money. Biztos, hogy kéne egy itemi volt. Jó lesz a muzsika, készüljetek már. Bum, bum, bum. A terv, hogy milliárdosok legyünk. Egyébként. És egy nagyon beteg ránt hozzunk össze. Talán amúgy sikerülni fog. Jó? Szevasz, Tony! Jó. Hasznos a penta. Ez a zene lesz még 22 percig, így van. A traktor. Egyre nagyobb piros körök lesznek, srácok. Jól van, kitartány Zodiac, és köszönöm, hogy megkívántottál. Nagyon jó. Még korona. És még korona. A maxos toronával felhoztuk a kör 100%-ra. Még lenszünk még. DJI Hunter van, igen. Még jöhetne az ennek. Nem látom az ellenséget, srácok. Mert a szongok van egy. Hát nem tudom, hagyma. Laurel. Legyen hagyma, szongok mana. Én szongok mana. Kármik.
számít. Még. Még. Jöhet a Laurel. Még Laurel. Még. 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 Na hát én az helyzet, hogyha ti nem látok semmit, Nyugi, én sem. Már én sem látok semmit. Always random. Na és akkor mit kéne kivenni? Milyen Arcanát kéne kivenni? A tragikus hercegnőt? A Wicked Season lehet amúgy jó lenne. Double critical damage. Divine Bloodline. Az armorunk alapján sebzés reflektálás. Hát, nem tudom. Volt itt amúgy egy, amin gondolkodtam. Nem tudom eldönteni. Nem tudom eldönteni, srácok. Lehet meg kéne néznünk az helyzet. Ez evolve-olva lesz, tehát a Divine Bloodline nem biztos, hogy olyan jól fog menni. Hát a Wicked Season. Kb. Vagy az Areás. Nagy Area. Hát legyen a Nagy Area. Ja, az szerintem jó lehet. Megpróbálunk Guardian-t ölni. Valahol nem hagytunk el egy ládát? Nem. Guardian még mindig él, srácok. Valaki esetleg nem látná, még él. Keringőzök vele értem. Nagyon bírja. Viszont 4000 aranynál járunk közben. 102-es szint. Meghalt a Guardian. Na meglett az alapfegyverünknek az evolve-ja. Lett bent a evolve-unk is. Hát hogyha most nem látok semmit, akkor az normális. Most már megjelenik mögöttünk egy univerzum is. Csak mondom. Az utolsó szintjét benisálni fogjuk ennek a jobb oldalinak. Hát akkor jöhet a Wicked Season is. Tehát még egyszer mondom, srácok, normális, ha nem látok semmit. Elhagytunk egy ládát, most látom.
És azt kell benissálni. Azért, hogy ne legyen ibol. Mennyire van messze a nála. Már megszoktam szem, hogy ne lássak semmit, Vampire Survivors alatt, már csak érzem a ránokat. Érezd a ránokat. Addig. De csak az ütem után. Ezer pénznél járunk közben, és már 5 percre tart az aranyláz. Valahol elvileg itt lesz a Guardian lassan. Remélem a Guardiant majd azért látni fogom. Aha, látom a Guardiant, itt van mögöttem. Hogyha erősen nézitek a képernyőt, srácok, talán ti is láthatjátok. Még mindig él. Jelentem, még mindig él a Guardian. Most már nem? Ja, most már nem él. Ez a keresek a pixelt játék, igen. Na, hol a gyűrű? Ott van. Na, most megyünk tovább a másik nyíl felé. Veszélybe van, srácok, a 66.000 pénz. Benisálni fogjuk az utolsó szintet, nehogy evolvolva legyen. Na, ezt kell benisálni. Mert úgy tudom, hogy nem hat. Nem megy az árkana ezeknek az evolviával, azért benisele. De lehet amúgy, hogy működik. Az új árkana nem megy a Laura evolva, Laurel evolva, meg a hibjánkkal. A Lancet-tel. Ha mégis működik, akkor bocsánat a tépinfóért. Jaj, mindjárt véget ér az arany, lesz! Ne! Véget ért! Jó, kezdődik előre. 100.000 pénznél járunk egyébként, srácok. Mennyit tudunk összeszedni? Itt álltak. Meg hanyas szint lesz a max ebben a rámban? 500.000 szerintetek meg lesz? Aha. A 400-as szint, aha. Ki megint eltört a játékot? Csak a szokásos. Csak a szokásos. Thank you.
32.000 pénznél járunk. Lassan a 100.000 ellenség meg lesz egyébként. Ó, oh, amúgy először a nyíra kellett volna menni, na mindegy. Mi a jó Isten történik? Jött egy új Arcana a játékba, és most éppen azt elszelgetjük, hogy ez az új Arcana mennyire beteg. Úgy mégis. És az a helyzet, hogyha mi nem látok semmit, az rendben van, mert nekem is olyan pixeles az egész, hogy gyakorlatilag jó, hogyha éppen látom, hogy mit ad éppen a Big Season nevezetű Arcana, ami ugye mindig mást ad. Soha nem láttál még ilyen ránc? Megjelenik közben az univerzum mögöttünk, tehát hogyha még univerzumot is látok mögöttünk, akkor azt jól látjátok. Mehet nyugodtan, üzemelsz. Rábízom. Szevasz, Jessica, szevasz, Jessica. Na itt van a Guardian éppen rajtunk. És próbálok nem meghalni tőle. De elképesztően gyors. Hoppá, közben felvettük egy kicsit, ami nem baj. Próbálom szemmel tartani, hogy hol van a Guardian. Hát a nyakamban én annyit látok, srácok. Majd látok, hogy a Guardian a nyakamban van. És valami vörös folt van mögöttünk, srácok, de hogy mi az a vörös folt? Ezt ugye nem lehet tudni. Meghalt? Szerintem meghalt. Hú. Akkor mehetünk lefele. 100.000 pénz. Arról a 32. coin, mintha valahogy máshogy néznek, mint a tűz. Hú, mennyi gold jön, srácok? Elképesztő. Az a terv egyébként, hogy még megöljük az utolsó Guardian-t is. Hát, ha sikerül. Ez mintha egy kicsit akadozna a játék. Kezd lagolni a játék, srácok. Kezd lagolni a játék. Candy box. Hoppácska. Hoppácska. Hát én szeretném kikérni a... Mit szeretnék kikérni? Nem tudom. A cicákat. Cicák elviszik a HP-t. Meg szintépésnél a fegyverek leidéződnek, amelyikre tette az olvést. Tehát ott ja. Úgyhogy az sok effekt, ja. Hát végülis el lehetne hozni a Lightning Ringet. És akkor azt is lehetne evolvolni.
ez most még több effekt lesz, srácok. Bum-bum, srácok, bum-bum. Na, meg kéne ölni, srácok. Srácok, ez micsoda? Volt valami csík. Elkezdett villogni, srácok, a lámba. Kierel. Ez már túl sok. Ez nagyon creepy. Vagy képzelődöm? De mint hogyha villogna a lámpa. És a Super Candy Box 2 Turbo! Na hát jött a Vicious Hunger. Ja, villog a lámpa. Ez a feje lefeléből próbál valaki kommunikálni velem? Én nem tudom, srácok. Valaki próbál kommunikálni velem. Vegyük a manadzsát, kivegyük amúgy. A manadzsával működik. Jó, megvan akkor, srácok, a manadzsa is. Mert konkrétan nem látszódik az ellenség. Megjavítottuk a bitrétet, srácok. Jó. Azt a rohadt. Eddig tartott a bitrét javítás. Mintha meghalt volna a Guardian. És mit csinál a manadzsa? Nem emlékszem. Azt tudom, hogy a Song of Mana-nak a fejlesztése. Hát fáj a szemem, az baj. Nem, az normális. Most az a feladat, hogy itt van egy láda, igen. Van egy kérdőjel, azt kérdőjelet meg kéne ölni. A 21. percnél járunk most, srácok. 416-os szint. Ha otthon érhet, megölhetem. Hát igen. Láttam bolygókat az előbb egy pillanatra. Esküszöm, láttam bolygókat. Na, 200 ezer enneminél már többet öltünk. A körzünk 348%, a mightunk pedig 550, és erre még rájönnek azok a plusz statok, amiket kapunk a Limit Breakerba. Mindjárt kiíti valami dimenziókat. Ajaj, srácok. Na végre, na pénz. Megöltött a kérdőjelet, mert nem látom sehol. Ez lehetséges? Jó, én most megálltam egy helybe, srácok. Ez a kör rendesen olyan, mintha valami hipnotizáló ízé lenne, nem?
iratkozz fel Jántörre, megéri, ír 3-mal 6 hónapra. Patreonon is vett ki a legnagyobbat, nagyon jó VIP badge jár érte, elképesztő. Neki értelme van? Hát ez ilyen fun, ez inkább már csak ilyen fun darán. Megállhatsz és elmehetsz kávézni? Szerintem amúgy igen. Ez már a legbetegebb rám. Epilepsziás roham előidézésére alkalmas a játék. Hát arra igen. Kicsit megyünk balra, meg egy kicsit jobbra. Most jönnek nagyon az enemik. Ott egy láda. Bitcoin bányászt is gyengédeben bánna a gépeddel. De azt nem lenne ilyen látványos nézni az helyzet. Kadagon. Az nem lenne ennyire izgalmas. És ennek van vége vagy utolsó pálya. A roguelite játékok azok úgy néznek ki, hogy nincsen utolsó pálya. Ott összeraksz a guildet magadnak a pályán, a pályán, amit te választasz ki. És jót érzem. Van még mire elkölteni amúgy az aranyat? Igen, az endgame-be tojásvásárlásra lehet költeni az aranyat. 10 000-be kerül egy tojás. Meghalt a kérdőjel, most hogy kérdezzek? Hát... erre már nem lesz lehetőséged, de Dirt Taylor. Hát így most... ami a cél volt, az az, hogy egy nagyon beteg ránt raktunk össze, ami sikerült, illetve, hogy nagyon sok pénzt szedjünk össze, és szerintem azzal, hogy 500 000-t összeszedtünk, azzal már az is sikerült igazából. Tehát jó vagy. Röviden több a rám. Most ért véget az aranyláz. Meg igazából most kipróbáljuk azt az új Arcanát, amit hozott az új pet. Tehát most teszteljük, hogy milyen az új patch. És hát elég jó, látjátok. Mármint abból a szempontból, hogy beteg ránokat lehet összerakni. ...571 szintűek vagyunk. Egy átlagos rán örül, hogy elmegy 200-ig. Ja, a kérdőjel már nem él. Ő meghalt valahogy. Még 3 perc van hátra ebből a rámból, srácok. Milyen jó, milyen felüdülés fölvenni a ládából a lootot, mert az még megy 120 FPS-sel, ez meg már itt csak 10 pár. Na, 620
közel. A 120.000-nél járunk jelenleg. Már a képernyőre tetted a kezed? Helyes. Még másfél perc. Gratulam mindenkinek, akik arra fogadtak, hogy én milliómos leszek. GG. A villanyszámlát érzem, mikor a monitorra teszem a kézben. Igen, igen, 251-es szint. Nem lesz meg a 900-as szint, srácok. Szomorú világ. Ez már itt a vég. Lefagyasztottuk a halált. Ennél nagyobb szintű úgyse leszek. Sose. Akit érdekelnek a statok, itt van. Így állunk most. Így állunk most, srácok. Szerintem a halált nem fogjuk megvalni. Ugye ő a max szintünk alapján skálázódik. Köszönöm, olyan védett rakja össze, amivel meg tud ölni a halált. Ó, meg tudjuk ölni a halált. Igazából. Bármint, hogy nem ebbe a rámba, hanem egyébként. Csak már azon is túl vagyunk, hogy a halál ölése az így örömmel jelentsen. Mert hogy ezt már számtalan szor csináltuk. Az már mindennapi dolog. Thank you.
ez már a negyedik, nem tudom. Istól. Köszi szépen a 11 hónap töretlen támogatásra. Bizó, bizó. Meregjenek srácok az meg egy Istolnak. Mikor lesz vége így a game-nél? Hogyha annyi halál lesz, aki, amennyi leüti rólam a shieldet. Tehát lassan vége. Lassan vége van, srácok. Most már 4 halál van. Van mind a 4 halál. Igen, jön az 5. halál is. Ezek azok a halálok, amik a játék végén jönnek és biztosan megölnek? Aha, csak van rajtam shield. És mivel van rajtam shield, meg van rajta, van fagyasztó itemem, ezért rám ütnek egyet és kapják a fagyasztást kb. Na már 5 halál van, srácok. Jól látom, most nincs shield a karakteremen. Ja, de van. Ugye itt már az a szívás, hogy XP-t nem nagyon kapok, még goldot lehetne farmolni. De ahhoz meg nem vagyok elég gyors. Ha lenne köpenyed, akkor alapból nem sebeznél sokat. Ja, meg akkor meg is halnának kippa. De azt már nem akartam összehozni, mert akkor nem tudjuk ilyen jól kipróbálni az új árkanát. Nem akartam se Crimson Shroudot, se Infinite Corridort. Ez már a 6. halál, ha jól látom. Ja. Hát akkor elmegyünk aranyat farmolni. És abban biztosan meghalunk. Hát eddig egy helybe álltunk, nem haltunk meg. Most akkor mit kell csinálni, hogy meghaljunk, ugye? Ez a kérdés. Na, most például kékre leütötték a shieldet, tehát már közel van a vég. Kilépni amúgy ki lehet természetesen. Na már itt a 7. halál is. A 7. halál már nagyon kemény. Próbálok jobbra menni. Akkor kicsit jobban megy. Sose lesz vége ennek a körnek. De hogyha elég gyorsan tudnak rámcsapni a halálok, és leesik rólam a sőt, akkor vége lehet. Addig meg csaló mód, hogy gyűjtjük az aranyat.
hogy lehet le szerintetek, ha 40 percig elmegyünk, akkor kilépek. Akkor befejezzük. Ennyire goldig ne lép ki, az a gond, hogy ahhoz mozogni kell. Az már csak 12 óra. Nem tudom, ha van 50 armadod, akkor sehogy. Nincs. Nincs szerencsére. Mintha kékre leütötték volna az a shieldemet. Mintha. Na, kékre leütötték megint az armoromat. Kékre olyan könnyen leütik az armoromat, de megölni nem akarnak. Jutod ragra a hátrébe, és addig játsz valami más. Hát, jó lenne amúgy ezt befejezni. Igazából, mármint hogy így pontot tenni a vámpírozásra. Azt jó lenne amúgy látni, hogy hogy állunk egyébként a haláléssel. Megint jött valaki le, aki ütött a shieldemre. Most már megvannak 10-en, ez biztos. 11. Csetek, a 11-edik. Nem tudnak kijönni amúgy a fagyasztásból. Na jó, akkor mozogjunk. Én szerintem van esélyük, hogy megöljenek. Aha, kék lettem. Vagy hogy nem jön a szürke halál, kivették? A szürke halál akkor jön, hogyha megölted a rendes halált. De én nem ölök rendes halált. Csapdának, akkor is van HP visszatöltés. Az nem sok szerintem. Na, megint kékek vagyunk. Na! Ott is van. Ott is van a srácok. Csak sikerült, tehát átlósan lefele kellett, majd átlósan jobbra lefele kellett futni. Hú. Na nézzük. Ez kemény volt, srácok. Ez kemény volt. 742.000 goldot szedtünk össze, ez nagyjából 40.000-rel több. Tehát, mint hogyha 12 perc alatt összeszedtünk volna 42.000-et.
Az volt a cél, hogy 42 perc után, na, hogy meghaj? Nem, az volt a cél, hogy meghaljunk egyáltalán. Elmentünk 30 percig, utána már csak az volt a cél, hogy meghaljunk. Na, mi az, ami nagyon-nagyon sokat sebzett? Hát, a Penta Evolve. A Penta Evolve brutális volt. Durva. Ezek a halálok miért nem haltak? Azért, mert 849 szer 400.000 HP-juk van. Az meg nagyon sok. Annyi sebzésünk nincsen. Nyugodtan kérdezzetek, nincs ezzel gond. Nincs ezzel gond. Ugye most 849-es szintű voltam. Minél magasabb szintű vagyok, annál nehezebb megölni a halálokat. Kivéve, hogyha használod a Crimson Shroudot. És vagy az Infinite Corridort. A manager szépeket sebzett. A Lightning Ring 41 szekig volt nálunk. A Thunder Loop többet sebzett, mint a manadzsa, tehát megérte kivenni. És többet sebzett a Soul Eaternél is. Én nem mertem korábban bejönni, mert ez a játék hipnotizál, és nem tudok mellette dolgozni, egyfolytában nézem, amit csinálsz. Jaj. Jaj, jaj. Na jól van, srácok. Láthatatok egy ilyen beteg grant is, úgyhogy megint megcsináltunk mindent, amit csak lehetett. 2.750.000 van a kollekcióból. Összeszedtük az utolsót, a 21. Arcanát. Az állokokból meglett az Arcana szintén, és azt nem tudom, hogy a kollekcióba bekerül-e ilyenkor a... Ott van, látjátok? Ott van, Super Candy Box 2 Turbo. De ez szerintem nem számolódik bele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, ez 104, 112, 120, pedig 126. Akkor kettő cucc jött a kollekcióba. De az helyzet, hogy nekem nem mutatta itt a Super Candy Box 2 Turbót, hanem egyetlen egy dolog hiányzott, és az ez volt. Miért volt olyan ránod, ami nem volt beteg? Hát az első ránunk a mai nap az nem volt beteg. Ott meghaltunk 22 percnél. Amúgy, amit lehetne csinálni a pénzzel jelenleg az, hogy bemegyek, fogok egy karaktert, húgnala, és akkor bemegyünk ide mungoló, például ide jövök a shoposhoz, és akkor így azt mondom, hogy adjál aranytojást, és így... És így adja. És mi a satom? Ezt lehet csinálni a sok pénzzel, srácok. Ha valakinek kérdése van. Nagyon-nagyon kevés statot kapunk, de az egy idő után nagyon sok lesz. Tessék, 1 millióig lementünk. És most kiléptünk. És a nem tudom hány tojásból, a 47 tojásból lett 242. És
mint látszódik, egyel több rerollom van, kettővel több banishem van, és kettővel több skipem is van. A greedem is 13%-kal több, a growth is több, a luck is 20%-kal, a mágnes is 10%-kal, arabból egyel több az amountja, cooldownon is van minusz 8. Mi az, ami még van? Area 8, duration 13, speed 11, might 5, ha jól látom, igen. Movement speedünk is 14-jel több. Nagyobb regenünk van. De ez csak egy karakteren. Ja. Igen, erre vettünk most 200 tojást. És ez így meglátszódik, megérződik. Tehát elköltöttünk majdnem 1,5 millió goldot, és sokkal erősebb lett egy karakter tőle. Ja. Úgyhogy, srácok, mindjárt mondom nektek, azt mondja, igen, beszéltem arról, hogy 21-től drágább lesz a játék, megnéztük az új árkánát, megnéztük az új fegyvert is, a Missing Ennoval nem foglalkoztunk, de azt megmutatom nektek még gyorsan, tehát itt van Missing Enno. Hogyha bemegyünk, akkor így néz ki egyébként. Kezdhet egyébként az Axe-al, vagy a Death Spiral-al, ami most éppen nála van. Most minuszos a speedünk. Minusz 176-os a speedünk, tehát hogyha balra megyek, akkor jobbra megy a karakter. Na. És ő ugye így néz ki. Tehát neki teljesen random statjai vannak, még negatívba is mehet egy csomó. Viszont ami most jött, az az, hogy jött hozzá skin, fekete skin. Ilyen fekete skin jött hozzá. Ez egy nagyon beteg karakter, ez is amúgy nagyon vicces. És jött hozzá még egy skin. Egy szem vagyok. Tessék. Most már mindenről beszéltünk, ami ebbe a patchbe jött. Mindent megnéztünk. Úgyhogy, srácok, ennyi lett volna a 0.11.3-as patch. Remélem, hogy tetszett nektek ismét. Ilyen borulós ránokat csináltunk, én abszolút élveztem. Hogyha jön hozzá content, tudjátok, vagy hogyha találok valami vicces dolgot, ami ilyen Vampire Survivals-os, akkor mindenféleképpen lesz róla stream, úgyhogy továbbra is tájékoztatlak titeket arról, hogy mi jön ebbe a csodás játékba.